Na, tisztelettel köszöntök mindenkit! Ez itt a sorozat harmadik része, ugye a programozás sorozat harmadik része. Na, a mai részben megtöröm a jeget, most nem foglak titeket sokkolni ezekkel a kis ábráimmal, meg ilyesmikkel, pedig egyébként fontos, csak látom, hogy kicsit már úgy szemrángatást kaptok tőle. Úgyhogy ma megnézzük, hogy miben fogunk dolgozni az elkövetkezendő részekben. Nyitunk egy jó kis böngészőt. Egyébként ugye, mint mondottam volt, C++ lesz, nem látszik a fejemtől. C++ lesz ugye a porondon, aminek a, tehát amit a Qt című fejlesztő környezetben fogjuk használni. Ugyebár, hogyha programot szeretnénk írni, nyilvánvalóan valamilyen fejlesztői környezet szükséges hozzá, tehát kell hozzá egy program, amiben megírjuk, ami lefordítja nekünk Windows számára, tehát számítógép számára futtatható formátumba. Úgyhogy álljunk is neki, tehát most meg fogjuk nézni, hogyan kell telepíteni ezt a fantasztikus csodát. Egyébként marhára nem jó helyen van a fejem, úgyhogy kicsit szerintem én ezt arrébb rakom. Na, hát kb. Így. Na, szóval feljöttök ide a qt.io weboldalra, és akkor már is itt láthatjuk ezt a csodálatos cuccos-muccos. Na most, amit tudni kell a Qt-ról, ez egy C++-nak a keretrendszere, úgymond. Tehát ugye a C++ az nyilvánvalóan enélkül is működőképes. Kell neki egy fordító, szépen megírod a kódot akár egy szövegszerkesztőben, odaadod a fordítónak és működik. Na most a Qt ezt mindent szépen automatikusan lekezel, de majd látni fogjuk, meg ki is próbáljuk, meg most feltelepítjük. Az még benne a poén, hogy ez cross-platform, tehát ezzel akár Linuxra lehet fordítani, lehet Androidra fordítani, nyilván Windowsra lehet fordítani, tehát nagyon jó. Ingyenes, úgy néz ki az ingyenes része, hogy ilyen open source, tehát hogyha itthon magadnak használod, akkor ingyenne van. Hogyha pedig el szeretnéd adni majd az alkalmazást, ugye, amit Qt-ban fejlesztesz, akkor fizetni kell, értem, nem olyan vészes. Tehát most, hogyha azt nézed, $1000 mondjuk az ára, most tegyük fel, viszont van egy alkalmazásod, amit mit tudom én, több száz cégnek alaksz, pár százezer forintért, akkor úgy már azért megéri. Na, viszont ne szaladjunk ennyi előre, hogy pénzt is keressünk. Na, egyébként itt is van, hogy rámentek ide, hogy download, és akkor itt lehet ugye kiválasztani, hogy hogyan szeretnéd használni. Ugye, hogyha ide a commercial deploymentre vagy a, hát azt hiszem, hát ez a student use is, ez is ingyen van, viszont én ezt szoktam, ezt az open source distribution, bla bla bla, tehát hogy teljesen open source, amit te ugye fogsz írni, tehát nyílt forráskódú. Akarod-e, vagyis hát hogy készen állsz arra, hogy az applikációdnak a forráskódja ugye publikus lesz. Nem tudom, tudom én. Mit csinálsz, milyen fajta development? Hát első körben ugye desktop. És akkor már írja, hogy start for free. Jó, szépen ide rámegyünk. Én most letöröltem a gépről, hogy lássátok. Itt kér egy ilyen regisztrációt, de én úgy emlékszem, hogy ezt nem kell megcsinálni. Hopp, ez most lehet, hogy nem jó. Várjunk csak egy picit. Na, igen, elcsesztem, elnézést kérek, már elég rég szedtem le, szóval nem jó óra válaszoltam, tehát itt úgy kell menni, hogy open source distribution, és azt kell mondani, hogy publikusa lesz-e, igen, és bla bla bla, oké, LGPL ez az, hogy ilyen open source-os gyerefűt lesz, mindegy, a lényeg az, hogy yes, és most kapod meg, hogy Qt open source, tehát most kapod meg a tényleges ingyenes verziót. Jó, és akkor itt írja is, hogy oké, Windowsod van, tök jó neked, learn about, bla bla bla, tök mindegy, úgyis csak magunknak fejlesztjük, és már töltődik is lefele, mint látszik. Kiváló, megkaptuk a kis exénket. Ezzel az ingyenes verzióval ugyanúgy lehet Androidra, meg mindenfélére fordítani. Jó, elindítjuk az exét, így van, futtatjuk. Oké, next, ezt itt accepteljük és skippeljük, nem kell e-mail cím, meg semmi se. Oké, next, és akkor itt kicsit kerel, most elméletileg a gépen viszonylag gyors, úgyhogy ez elég hamar meg lesz. Egyébként én nem C++-ban dolgozok a munkahelyemen, hanem Pascal, tehát Object Pascal, vagyis Delphi-ben,
Én sokkal jobbannak tartom a C++, de hát ugye a cég dönti el, hogy miben kell fejleszteni, ebben is tudok, ebben nem vagyok akkora profi, úgyhogy lesz olyan dolog, amit veletek együtt fogok megtanulni. Nyilván ugye a tapasztalatomra hagyatkozva azért majd jobban el fogom tudni nektek magyarázni. Na, ide teljesen jó lesz a C-re, oké, okay, associate, jó, az mehet, next. Jó, és akkor itt kell figyelni, itt az 5.6-ot nem kell felrakni, hanem az 5.7-et, és akkor ebből sem kell minden. Hát most ilyen Androidot, meg ilyeneket nem fogunk. Jó, tehát azokat ki is vesszük a francba. Ezek maradnak, ezek itt mind. Androidot kivesszük, ezeket hagyjuk. A MSVC, nézzük csak. Visz, blablabla. Most várjunk csak, az ARM az biztos, hogy nem kell. Majd később, meg egyébként androidos fejlesztésre nem ezt fogjuk használni. Tehát, hogyha egyszer androidos videót csinálok, akkor azt rendesen Android stúdióban kell. Legalábbis én abban szeretem. Jó, ezeket kivesszük. Ezeket, nem tudom pontosan ezek mire valók. Viszont azt tudom, hogy ezt a Mingvét szoktuk használni, úgyhogy ezeket mind szépen kivesszük. Jó. Mi ez? Components Universal Platform. Nem kell, elég ez a Mingvé 5332 bit. Jó, meg ezeket benn hagyjuk, jó? Tehát ezeket ki lehet venni. Ez a Mingvé, úgyis mindig ezt fogjuk használni, ez a 32 bites Windows applikáció fordítására tökéletesen alkalmas. Jó, egyébként azért kell kihagyni ezt a sok szart, mert úgy képes 30 gigát feltelepíteni, brutális. Jó, a többi maradhat. Ezek a toolok. Ah, igen, hát a Qt Creator az nem ártana, ugye az maga a... Aha, ezt is felrakjuk. Mingvé 5.3. Így van. De tudjátok, mit ezt így bepipáljuk. Így, tehát a tools-t azt is pipáljuk be. Jó, meg akkor a Mingvé 32. És akkor így elméletileg jók leszünk. Oké, okay, next. Jó, persze, hogy elolvastuk ezt mind. Fú, nagyon ügyesek vagyunk. Oké, okay, next. Qt, next, install. Na, hát ez itt el lesz, mert ugyanis letölti magának. Magát az installert, meg a ugye hozzá, ami kell, hogy fel tudja magát telepíteni. Mindjárt visszajövök, amint végzett. Na, csinálja itt közben még a telepítést, addig egy pár ilyen érdekességet elmondanék róla, ugye a Qt-ról. Kijövünk a főoldalra. Hogyha fénylik itt esetleg az orrom alatt, az azért van, mert bekentem ilyen krémmel, mert náthás vagyok és kidörzsöltem, és már olyan, mintha ilyen pont ma így gondoltam, hogy fognál ilyen üvegport, összekeverni csiliporral, és így bedörzsölni, hogy olyan érzésem van, borzasztó. Na, nézzük. Hát ilyen kisebb cégek használják, LG, Panasonic, Sky, Sennheiser, Ubuntu, bla bla bla. Tehát igen, elég komoly a dolog. Egyébként a Qt-t eredetileg a Nokia fejlesztette, később megvette egy másik cég tőlük, és ugye ők fejlesztik most tovább. Ja. Érdekesség még, hogy a VirtualBox, nem tudom, ismeri-e valaki, az Oracle-nak a VirtualBox-a abban van fejlesztve, és Qt-ban van fejlesztve a TeamSpeak 3 kliens is. Yes, sir. Úgyhogy nem is egy olyan ismeretlen platform ez. Elég sokan használják, szóval énnek, de egyébként iszonyatosan jó is, tehát annyi rohadt jó megoldás van benne, hogy egyszerűen én van, hogy csak pislogok, hogy úristen, Delphi-ben megküzdök vele, mit tudom én, két napig írek egy ekkora osztályt, valamit lekezelni, Qt-ban meg van írva előre, csak használni kell. Tehát az a lényege, hogy ugye Qt az igazából C++-ra írt ilyen mindenféle előre megírt osztályok, amiket csak neked használnod kell. Tehát nem kell vesződni azokkal, meg összeollózgatni, meg googlizgatni olyan dolgokat, amik egyébként Qt-ban már 6 szó meg vannak írva előre, és tényleg te csak előszedet a kis osztályt, példányosítod, és már használod is. Jó, nyilván nem ennyire egyszerű, de nagyon-nagyon sok minden már megvan benne, sok probléma már megvan oldva neked, meg csak ezeket a megoldásokat kell felhasználnod, és nem utolsó sorban iszonyatosan jó beépített dokumentációja van, de ezt majd megnézzük, hát ez most miért nem válaszol. Mindegy, hadd csinálja. Jó, úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas és nagyon jó kis programozási nyelv ez, úgyhogy meg fogjuk nézni. Na,
Végre sikerült. Hát ez beletelt, vagy egy 15 perc biztos, míg leszedett magának mindent, de készen vagyunk, úgyhogy nyomhatunk neki egy next-et, és már is itt van, hogy Launch Qt Creator. Nyomunk egy finish-t, én ezt most már bezárom, ezeket is nem kellenek. Na, és akkor induljál, mókodj! Na, hát meg is érkeztünk ide. Megnyílt a Qt, kicsit dolgoznia kellett, gondolom az első indítás az be kell állítani ezt azt magának, mindegy. A lényeg az, hogy ebben fogunk dolgozni. Következő, most tényleg csak kipróbáljuk, nem fogok itt nagyon részletesen elmondani semmit. Lényeg az, hogy ez itt az editor része. Csinálok egy új projektet, és akkor meg tudjuk nézni. Na most ugye itt több lehetőségünk van, hogy milyen projektet fogunk csinálni. A Qt Widgets Application lesz majd a végső cél, hogy oda az már rendesen ilyen Windows-os programszerű programot, tehát ugye gombok vannak, stb. Stb. De most gyakorláshoz non-Qt projektek közül fogjuk választani a sima, egyszerű C++ applikációt. Ugyanis az alapokhoz nem kell nekünk a Qt keretrendszer adta lehetőségek, az sokkal inkább az már a másik szint. Úgyhogy maradunk ennél, kiválasztjuk, nézzünk neki egy szimpatikus mappát, mondjuk ide, hogy programming, és akkor itt csináltam majd egy progit. Jó, ezt innen letörlöm. Úgy. Legyen egy ilyen, hogy teszt. Most csak tényleg ez van ilyen abszolút teszt. Jó. Első. Progi. Így. Jó, build system az QMake, a fordító pedig a 32 bites Mingvé Qt cucc, ez teljesen kiváló. Next, nem adjuk hozzá semmilyen verzió control rendszerhez, kész. Na, itt is van a programunk, ez nyitva maradt, mert itt közben én itt cseszegettem, mert egy-két ezt azt meg akartam nézni, mindjárt mondom. Jó, na, szóval ez itt az első projektünk. Ugye a C++ az CPP fájlokat használ, ugye? Ugye source meg head, de mindegy, most tényleg abszolút nem akarok én abszolút ebbe belemenni. Lényeg az, hogy itt vagyunk, így fog kinézni a kis fejlesztő környezetünk, teljesen tök jól néz ki, nagyon jó kis kódkiegészítés, és elkezdesz valamit írni, Ctrl Space, és már dobálja fel a lehetőségeket. Akkor itt ezen a részen itt még kell állítani ezt-azt. Itt például ezt mindenféleképpen a projectsnél ki kell venni a shadow build. Jó. A másik pedig ennél meg hogy run in terminál most még ebben az esetben. Jó, ennyi az egész, és akkor elméletileg, ha most ráfuttatok, ezzel lehet elindítani a kis programunkat, ki kellene írja nekünk, hogy Hello World. És fordul, és itt is vagyunk. Kaptunk egy szép kis konzolt, Hello World felirattal. Ennyi. Kész, működik. Ugye ez a sor hajtódott végre. Jó, és én innentől kezdve most nem is akarnék ebben a videóban többet mondani. Még egy, de azért igen. Van a Qt-nak egy olyanja, ha ez nincs dokumentáció. Ehhez már van. Na, tehát például fogod, és itt ráállsz mondjuk egy akármire, tehát egy szóra mondjuk erre az endline szóra, nyomsz egy F1-et, és már itt is van minden szart kiíróra. Tehát itt írja, hogy például ugyanezt írhatnánk a helyette. Tehát ugye ezt most nem írjuk ide, hanem ezt a perent írjuk, akkor ugyanúgy egy új sort fog kezdeni. Tehát most nézzük, hogy mondjuk kétszer, vagy háromszor lemásolom egymás alá, és elindítom, nem debug módba akartam, mindegy. Na látjátok, tehát új sorba írta. Most ez csak egy gyors példa. Jó, ebben fogunk szórakozni, tehát az első, ja, és escape-el tudod ezeket itt bezárogatni mindet, hogy itt ne zavarjon. Tehát az első programjainkat ilyen konzolos applikációba fogjuk írni. Itt meg fogom nektek mutatni, a következő részben a változókról lesz szó. Mik azok a változók, megnézzük, amiket eddig tanultunk, ugye, a PPT-s cuccok, hogy azok mire is gondoltam, mondjuk például egy Qt kapcsán, hogyan tudjuk azt a gondolkodásmódot, azt a logikát ugye felhasználni. Jó, viszont legyen ennyi elég az első ilyen Qt-s részre.
következő részben találkozunk. Sziasztok!